reggel, mi lett a torna. Szavaztok gyerekek, képerjelentő egy következő videóval, Farming Simulator 19, 1 milliárd euró kihívásos videó, nem sok kell hozzá, már csak pár év és meg is lesz ez a... Egyébként ez a sorozat kezd arra emlékeztetni, mint a Dogi Andinak, nem tudom ismeritek-e, neki volt egy ilyen 100 baba kihívásos színsorozat, szerintem ilyen éveken keresztül ment neki, hát ez körülbelül arra kezd így emlékeztetni, ángémelté. Na, meg kellene csinálni itt a komolyan a dolgokat. Úristen, gyerekek, egyébként le vagyunk maradva, mint a borra való. Várjál, mit kellene csinálnunk? Egyáltalán hol tartottuk ki? Aratási téma volt, ugye? Aratási téma volt. Hát nekünk van egy ilyen csodálatos járművünk. Gyerekek, nem hangos ez az izé, ez a jármű, nekem egy kicsit olyan hangosnak tűnik. Egyébként nem mondom nektek, hogy hót nem emlékszem semmire. Ez a legkomolyabb mondom. Na várjál, hol van itt olyan hangerő, 40%, csak jó lesz ez. Mi a szarban? Egyébként nem léptem be a játékba ma nagyon régen, és most az, amikor így beléptem, és így váltogattam a gépek között, észrevettem, hogy megakadunk, de nem tudom, hogy miért. Eddig nem volt ilyen probléma. Remélem, hogy ezt így hamar elhagyja. Lehet, hogy egy kicsit olyan helyeken van a merevlemezen a játék, hogy szegény be van izélve, be van gémberedve, meg van gémberedve. Meg vannak a fájlok gémberedve, de egyébként tényleg nagyon nem nagyon voltam én itt aktív. De gyerekek, ürítsünk nagyon gyorsan, ezt imádjuk, ezt a kombát gyorsan ürít. Aztán kellene akkor megcsinálni ezt a területet. Lehet, hogy egy ilyen maratoni hosszú résszel érkeztem hozzátok. Várjál, picit piszkálom a mikrofont, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit zörögni fogok vele. Oké, megtörtént az esemény, szálljunk ki a járműből. És szálljuk be a kombányba, és indítsuk is erre, hogy hajjaj, menjél már. Na? És én mibe vagyok? Ebbe? Na mibe? Menjél! Oké, jó van gyerekek, figyeljetek, rengeteg dolgunk van. Egyébként mindig rengeteg dolgunk van. De most szerintem kifejezetten rengeteg dolgunk van. Figyeljetek, az a szituáció, hogy nézzük át a járműveket. Ugye itt kellene az összeszántással tökörészett a keeper, azt meg kellene csinálnia. Nem olyan sok minden van már ilyen összeszántás témában, de az a jó lenne, hogy ezzel végeznénk. Na figyeljetek, akkor húzzunk be egy kis bele. A területek létrehozását ilyenkor újra kell létrehozni, nem? Igen, akkor ez is megtörtént, azt akkor veressük neki, mint az őrültek, gyerekek. Az olyan helyeket, ahol ugye nincsen összeszántva, azt meg kellene szántani. Meg még ráadásul mit is kellene csinálni? Hát egy csomó minden. Ja, lehet, hogy ebben a részben meg kellene próbálkoznom már az izével is. Mi nevezik? Az állattartással komolyabban, mert ebből nem nagyon lesz pénz. Ugye ez előtti mapon a tojásokkal azért elég jó el voltam, de most így nem annyira. És egy jobb ekét azért szerezhettem volna, de nem baj. Egyébként ugye itt nem nagyon kell sokat szántani, mert így össze van már itt szántogatva, meg minden. Körbe van húzva, itt a közepét kell összehúzogatni, azt akkor jöhet rá a vetőgép, tudjátok. Aztán az már jó, az már tudja dolgát. Na. Ugye lefele, fölfele fölmegyünk, kész, meg vagyunk gyerekek. Ugye itt ilyen füves rész van, ami nem baj, mert fölösleges helyeken ne. Az majdnem sikerült idejére, majdnem sikerült beleengednem olyan helyre is. De egyébként nem baj, hogyha túlengedem, mert akkor annyit csinálok, ugye, hogy akkor a füve kiszínezem. Micsoda köd van gyerekek, hány óra van, 17 óra, 5 fel 6 van, ez ilyen körös az idő. Na, a Big Bad-dal, nem tudom, vannak új emberek, akik csatlakoztak? Lehet, hogy nincsenek, igazából szerintem ilyen ős nézői vannak. Őstermelők, gyerekek, az őstermelők vannak. Azok vannak, aztán akkor azokkal itt el vagyunk. Hát szenvedünk, mint a Pilátus macskája, lehet, hogy páran ki is hullottak, hogy nem. Föladjátok itt a harcot velem. Egyébként gondolkozok a új sorozatokra, nem tudom, hogy valahogy szeretném magamnak is így felfrissíteni egy kicsit a csatornát, hogy legyenek olyan játékok, amik természetesen a farming meg ezek mellett, amik egy kicsit úgy változatosabbak lennének nekem is, és nem csak nektek, hanem nekem is, mert nekem is szükségem lenne egy olyanra, hogy egy kicsit így bepörögjek. Hoppá, mi volt ez a kólás üveg? Ennél rosszabb nincs, amikor az ásványvizes üveg vagyok. Kólás üveg egy hirtelen így csettelik egyet. Vágjátok ezt a témát, tudjátok, miről beszél a képer, ugye? Na, akkor a szituáció következő. Milyen pici ez a... Ezen mindig meglepődök, hogy milyen pici ez a földön a Big Bud. Ugye? Big Bud. És ezt soha nem fogom tudni. Bud. Szerintem ez Bud, ugye? Csak
Gondolom az ámcsik angolul, amikor ejtik mint a rossz badot, vagy pedig ezt a budot, van valamennyire különbség a kiejtésben, és meg tudják különböztetni. Bad, vagy pedig big bad, nem tudom elképzelni. Na, akkor mi a szituáció? 43%-on van egyébként szerintem, az nem is fog tudni aratni, ami az jó lesz nekünk, mert nézzük rá a térképre egy kicsit, hol lemegy a csávó, jön visszafele, jó van. Egyébként akkor ez a map, hogy ugye mindig ezen lepődök meg, hogy akkor hatalmasak ezek a földek, pedig nem is gondolná az ember, hogy ilyen hatalmasak, csak. Egyébként egy dolgot lehet, hogy meg kellene csinálnom, nem, srácok? Át kellene állítanom azt, hogy ne kelljen mindig magot töltenem a vetőgépbe, szerintem ez egy akkora hülyeség. Tudjátok, ezt be tudjuk állítani itt, és szerintem azt át is fogom kapcsolni, mert az egy hülyeség. Na, üzemanyag utántöltő segítő legyen, és a mag utántöltő segítő legyen, műtrágya utántöltő legyen, jó? Hidrátja utántöltés legyen, trágya utántöltő segítség legyen, jó? Ezek legyenek, gyerekek! Mármint ne az legyen, hogy most, figyelj, én is tudom, meg tudom tölteni ezeket, de hát sokkal egyszerűbb, nem nekem kell kimennem a fő célire, és akkor töltögetnem ezeket. Szerintem ennyi segítséget így belerakhatnánk, azt akkor nem. Tényleg az a baj, hogy most így, hogyha például vetünk, és akkor x ideig tart a vetés, és annak a 10%-át mindig azzal foglalkozok, hogy megtöltöm a magokat. Ugye eznél a projektnél, hát ez nem egy szimulátor jellegű, hanem az inkább egy ilyen, ez ilyen eléggé extrém kihívásos videó sorozat. Szóval nem biztos, hogy azzal kell tökölni, hogy. Na, viszont, igen, mit is akartunk itt csinálni? Ja, itt beszéltünk arról, hogy az itt a szőlőültetvényt eltüntetjük, de az egyelőre még maradjon. Ne az legyen, hogy itt teljesen szét kuszáljuk a dolgokat. Itt ezt a kis részt kellene itten kiszántanom, itt ami van, ezt a háromszöget, meg ott a túloldalon megnézzük, hogy mi maradt el, és akkor szerintem már nyomatjuk is. Ugye, hogyha maradt itt ezen a ilyen földön valami, akármi, akkor az nem számít. Teljesen lényegtelen, nem azzal fog most itt foglalkozni. Tehát most látom, hogy ott van répa, vagy valami, nem tudom micsoda. Valószínű, hogy répa, hát mi más lenne. Vagy olajreteg, vagy nem tudom. De tök mindegy, bármi is, az nem fogok vele vinkódni. Egyébként kicsit olyan sötét, nem tudom mi ez a sötétség? Mi volt ez? Bérköltségek? Jól van, oké. Ja, nem megy az idő, ezt így gyorsan leszántja a keeper, meg a maradékokat, aztán akkor itt ezt elvetjük ezt a területet, és én valószínűleg, hogy azt fogom csinálni, srácok, hogy nekiállunk a maradenyésztésre, nagyon nagy üzembe. Ugye ezelőtt a tojással foglalkoztunk, és én arra gondoltam, hogy itt ne azt csináljuk, hogy itt is tojásozunk, mert az ugye konkrétan egy ilyen nagyon egyszerű, végtelenségig leegyszerűsített, és nem sok alapanyag kell neki dolog, tehát tényleg nem egy nagy vasszisza tojás, és, de mégse azzal kellene megkeresni ugye a kenyerünket. Többen ugye felvetítitek, és ezt mindig így felhozom, hogy jaj, ez nem lesz meg ez a kihívás, ugye, és én mindig ezt szoktam mondani rá, hogy konkrétan megvan, és pont voltam a nézőmnél. Hogy ki mondta? Nem, találkoztam a városban egy sráccal, és megismertek az édesanyjával, és akkor ő velem mondta, hogy ezt nézi ezt a sorot, és mondtam, hogy sose lesz meg basszus az 1 milliárd, aztán mondtam, hogy meg lesz csak időkérdése, mert konkrétan megvan, ugye? A tojások meg lett volna. Hogyha szerintem ugyanennyi idő alatt már nagyon-nagyon előre haladott állapotban lennénk, hogyha például tojásokat nyomtuk volna megállás nélkül, de hát arra gondoltam, hogy ugye az volt a terve. Figyelj, ezt meg mind a kettő oldalán vagy egy csíkot, akkor megbolondulok. De figyelj, ez tipikus gyerekek, ez a Murphy törvénye, hogy akkor legalább húztad volna egy oldalra a keeper, nem? Oké. 77%-on van, még mindig telik a izé, a kombány, majd mind átnézzük a földet, mert lehet, hogy maradt. Kíváncsi vagyok, a vető az el fog-e boldogulni, de hogyha itt el fog boldogulni, egy hatalmas hely lesz. Igen, és akkor átmegyünk, ebben a részben mindenképpen szeretnék átmenni, szeretnék egy kicsit így haladni a dolgokkal, hát ja, azért mondjuk van dolog, amit itt azért csinál a keeper, szeretnék haladni a dolgokkal.
Na, itt akkor végigmegyünk a senen, mert ugye itt a, nem is tudom, bulldozerrel csináltuk, és a bulldozer az ugye az két oldalt pont elhagyta. És akkor visszajövünk visszafele, nem, ott nem szedi ki. Jó, ezek itt maradnak, vagy mi van? Nem tudja kiszedni szerencsétlenje. Jó van, nem baj. Hát lehet, hogy meg másik oldalra visszajövök, mert akkor meg ilyen nagyon csúnya marad. Mennyi van? 83%-on van. Ja, lehet, hogy visszajövünk másik oldalt. Itt már úgy látom, hogy nagyon sokat nem kell szántogatni. Na, menjél már gyorsabban, gyorsabban most aztán ott marad egy ilyen fű, de mondjuk idegesít, hogyha nem tökéletes. Nem tökéletes, miről beszélsz, hogy izében a föld. Várjátok, gyerekek, itt mi történt? Mi folyik itt gyöngyösen? Ja, itt egy kicsit kihúztam jobban, ami nem biztos, hogy volt értelme még, mert ugye arra gondoltam, hogy később majd úgyis folytatjuk itt, amikor kivágjuk az erdőt, de egyelőre még lehet, hogy nem volt olyan nagy ötlet ez. Hát majd mindjárt megpróbálom valamit elkezdeni, de viszont nem jó helyen. Nem jó helyen csináltam ezt a dolgokat. Egyébként vannak olyan ilyen időszak, amikor úgy be tudok pörögni, így beszéd szintjén, hogy szintjén, hogy nem tudom még magam se, hogy mi a szart csinálok, hogy tudok ennyire sokat beszélni a mindenről is, meg a hülyeségről. Aztán valamikor meg így elfelejtkezik. Egyébként nagyon jó, hogy tartok szüneteket, mert szerintem lehet, hogy nektek annyira nem jó, aki főleg aki várja a részeket, de nekem nagyon jó, mert egy kicsit így megpihen, főleg szellemileg el lehet fáradni, és így bele lehet fáradni a dolgokba, amikor mindig ugyanazokat csinálod. És akkor így megvárjál, már meg kellene nézni, hogy mi van ezzel a jövővel. Kombájnal? Figyelj, a kombájn mit csinált? Mit csinált? Rá kéne nézni itt a... Miért a tabból akarom megnézni a izét? A mapot? Már megint izé, más játékok, látjátok, hogy bezavarnak. Itt kellene megnézni a növekedést, és akkor igen, itt maradt lenne, figyelj erre. Ott maradt lenne egy kis gabona, oda lerakom. Ami nem is olyan kicsi gabona, csak ugye én azt hiszem, hogy kicsi, mert a térképe oda néz. Nézd meg, mekkora ez a föld, ez nagyon horribilis nagy egyébként. Csak ugye kicsi gabona, ja, kicsi, oda nézze, ilyen böszme nagy terület. Ott az... és azt nem az, amit kicsinek oda nézze. És tudom, 80%-on van, úgyhogy le kell mindjárt jönnöm a kamionnal, viszont a 150-en tud repeszteni, úgyhogy annyira nem lesz. Egyébként valószínűleg, hogy hozzá fogom szántani itt ezt a részt is, itt alatta. Ezt itt alatta, mert ugye arra a marhákat, ugye elfogom minden... Neki fogunk menni igazából a marházásnak, ugye sokkal nagyobb ütembe, és emiatt nekünk nagyon nem lesz szükségünk erre a területre, amelyik itt van alul, és ezt is ugye akkor be tudnám szántani magamnak. Úgyhogy ebben a részben megcsináljuk a szántót teljesen, hogy tökéletes legyen minden részletében. Azt utána, ez egyébként nagyon jó, hogy ezt így összeakasztottuk. Utána srácok, egyébként ez a kör egy kicsit idegesítő. Utána azt fogjuk csinálni, hogy mindenképpen el fogunk hatalmas nagyba termelni marhát. De azt nagyon extrém nagyba fogjuk csinálni. És megpróbáljuk abból összehozni. Egyébként valószínű, hogy lesz megint egy mapváltás majd. Úgyhogy nyugodtan, hogyha van ötletetek, akkor jöhetnek különböző ötletek map szempontjából. Hogy milyen mapra költözünk át majd. Ezt egy kicsit még azért így ízlegetjük, meg csinálgatjuk, meg minden, hogy ne legyen, nem adjuk még fel. Úgy gyerekek, ezt itt hozzá kell szántanom mindenképp, ez nagyon, ez pont jó, pont illeszkedne, még oda le tudnánk menni, nagyon jó lesz gyerekek. Neki hozzá is fogom durrantani, abba biztos is vagyok. Na, ez itt meg megfordul, közben leürítjük, és akkor... Jó lesz ez, srácok, jó lesz ez. Ez a kombájn ez egy jó választás volt, és egyébként még mindig csak egy darab kombájnom van, egy darab vetőm, de azért el lehet vele boldogulni, úgyhogy no problémo van. Ez nagyon, imádom, hogy nagyon gyorsan kiüríti oda. 50%, 32, 20, 15, 10, és már meg is vagyunk. Jó van gyerekek, ez is megy eladásra természetesen, ugye. Ja, izében voltak problémák, az utolsó részben volt talán az, amikor ugye itt a bulldozer. És a bulldozert egyébként nem tudom, mikor fogjuk használni. Ja, ezzel kapcsolatban basszus, nem is tudom, hú, ezen írtatok is, hogy kell szerintem csinálni valahogy. Csak elfelejtette a keeper. Na majd erre még vissza fogunk térni, most úgyse az lesz az fő projekt, csak egy kicsit ugye elkalandoztunk ezelőtti részbe. Na húzzuk meg, gyerünk, menjünk már.
Oké. Okay. Az a baj, hogy a szántás az egy nagyon lassú folyamat, ugye? Viszont itt mondhatni végeztünk, akkor hozzá van szánva ez a rész, és nincsen vele semmi olyan probléma, ami lehetne. Ugye? Úgyhogy akkor ez így tökéletesnek mondható. Jó, hát ezt nyomok egy hármas gombot, menjen aztán valamit csináljon. Ugye ezt automatizálni nagyon nem lehet. Nagyon kíváncsi vagyok itt, mit fog szegény vetőgép csinálni, meg mit fog a kombány csinálni. De ugye hozzácsaptunk konkrétan egy ilyen hatalmas nagy területet, ami tényleg nagy. Meg ugye nem fogunk menni oda is hozzácsapunk. Egyébként lehet, hogy azon gondolkozok, hogy még folytassam-e a szántást, hogy nekiálljunk földeket venni. Egyébként mennyi vagyunk? 7 milliónál vagyunk. Ugye beszéltünk arról, hogy egy kicsit visszatermeljük a pénzt, de a tojásos üzletnél is ugye ez volt a lényeg, hogy konkrétan a pénzből lehet, vagy a fejlesztéssel lehet pénzt csinálni. És nekem, hogyha például most ráköltenék a szarvas marha tenyésztésre, akkor azzal a pénzzel ugye mindenképpen igaz, hogy az bukom, de ugye a szarvasmarhák elkezdenek pénzt termelni, szóval igazából úgy tudsz pénzt termelni, ha befektetsz. Tehát, hogy most ülünk ezen a pénzünkön, az sokkal lassabban termelődik, sokkal lassabban fial meg, mint hogyha közben a marhák termelnék ugye a tejet. Úgyhogy emiatt én arra gondolnék, hogy inkább azt fogjuk csinálni, hogy neki fogunk állni, befektetünk, és akkor csináljuk a marhákat is, hogy ne az legyen, hogy ilyen tőjelenesen egy csíkúan gondolkozzunk így a gazdálkodásba, hogy ó, most akkor csak termelünk ezt, csak termelünk azt, hanem próbáljuk meg minél változatosabban csinálni. Ugye a bányánk is megy, meg az aranyat is ugye eladtuk talán, igen, az előző részben, úgyhogy jött be egy kis pénz. Igen, az éve volt probléma, hogyha kiszálltam ugye a gépből, amikor ürített, amikor vittem a cuccot, akkor mindig abban hagyta a számolását a pénznek. És ezt nem tudom, hogy miért van, az inkább valami bugnak mondhatom, mert én ezt nem találkoztam ilyen hülyeséggel, hogy ilyen van. De hát javítsatok ki, lehet, hogy én nem ismerem a Farming Simulator világát, hogyha kiszállsz a gépből ürítéskor, akkor már nem neked számolja azt a pénzt. Az ugye azért eléggé furcsa, nem srácok? Az nem érdekes egy kicsit a számomra. Számomra egyébként ez nagyon érdekes. Na, akkor ez így le van szánva, meg van csinálva. Lehet, hogy a másik végét még hozzá kéne csapni, meg várjátok, még aratnom is kellene, meg akkor abból is tudunk egy kis pénzt csinálni. De ugye be is tárolhatjuk, bár azt hiszem, hogy az mindent eladtunk, ugye az utolsó részben, bár nem mostanában volt, de lehet, hogy úgy volt. Mert ugye igen, egy kis jó, de ez nagyon jó volt, hogy semmit nem sikerült így leszántanom. Miért van ez? Ez egyébként ez, hogy ilyen lassan tudod csinálni, ez egy bőrületesen rossz dolog. Tudom, hogy vannak ilyen csodálatos modell dolgok, amivel ötvenne tudsz szántani, meg mindenféle érdekes dologgal, meg ugye a kultivátor is tudsz szántani, meg vannak minden ilyen jó modok. De azért annyira nem akarok elrugaszkodni a valóságtól. Mondja azt a keeper, amikor éppen a sínt szántja be, ugye? Nem akarok elrugaszkodni a valóságtól, közben meg a sínen húzom végig az ekét. Ez így tényleg így. Hiteles volt ez a mondat ilyen a számból. Na, gyerekek, levegyünk itt, fölmegyünk arra, megnézzük, hogy azt le tudom a szántani, mert zavar, hogy ott van. Főleg, hogy hogy az legyen, hogy belebagol, amiatt ugye mondjuk a kombány megáll, vagy akármicsoda. De talán nyert. Én megpróbálom úgy szántani, hogy nem megyünk rá a sinekre. Aztán akkor talán kiviszi. Nem tudom, amiatt nem vitte ki, igen, jól sejtettem. Ugye amiatt nem vitte ki, mert ugye akkor már túl magasan van az eke, és akkor nem érte le a földig. Aha, és így már jó is lesz. Jaj, de jó! Szereti a keeper, hogyha szépen meg van csinálva ez a dolog. Ennek a végét meg lehet, hogy ott majd egy kicsit leszegem, valamilyen srégem, vagy nem tudom, mit csinálják vele, mert ott meg. Ott meg ugye végig kéne szántani, de már most sem tudja. Csak az a baj, hogyha végig szántom, ugye, hogy permetezésnél, vagy akárminél, hogy problémákat okozhat az, hogyha közelében vannak fák, vagy valami. Itt látod? Itt vannak az éjbajok. Ugye nem fut egyenesen, látod? Nem fut végig a területen. De ezt amire végig érek, lemegy a nap, bazd. Jó, ennek, figyelj, ebben a részben mindenképpen én neki akarok állni gazdálkodni komolyabban. Úgyhogy, na figyelj, itt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy nyomunk egy olyat, hogy
Hát bazza, én most ezt így végig szántsam testvérem az úrba. Egyáltalán az enyém minden területét? Vagy mi a szosz? Úristen! Úristen! Ó, Jézus Isten! Na várja! Inkább menjünk innen a francba, srácok, menjünk le oda a másik végébe. Meg kéne nézni egyébként a kombányt. Ez meg figyelj, itt végigment, végig szántott. Oda, ez mit művelt a keeper. Menjünk át a másik végébe. Jó repkör rakni a kombányt, az a baj, vannak ilyen beszögellések, és ugye ezeket nem tudja kiszedni, és emiatt mindig odébb kell rakni, úgyhogy ez itt vagy még egy kombányt lehet, hogy be kellene fektetni, még egy kombányba, vagy pedig azt kellene csinálni, hogy ezeket a kiszögelléseket, vagy beszögelléseket, ezeket eltüntetni, tehát így feláldozni. Vagy mondjuk akkor van ez a kicsi sarok, ami mondhatni, hogy kicsi, hát annyira nem kicsi, viszont akkor az lenne, hogy itt levágnám egyenesre, és akkor nem lenne az a probléma, hogy az itt mindig megmarad. Mert az a baj, hogy itt ezt is learatni, ez egy nyűg. Mert igazából annyira nem hatalmas nagy hozamot ad, főleg, hogyha már hatalmas nagyba gondolkodsz, tehát mondjuk gondolkodunk ilyen milliókba, meg több tízmillió eurókba, akkor most ezen lesz mondjuk egy 40 ezernyi eurót érő cucc, akkor nem biztos, hogy az megéri itt a vinkódni vele, érted, hogy mire gondolok, remélem. Viszont, akkor, most, hogy így váltogatok, de... Na, menjünk át, aztán akkor szántsuk hozzá azt a területet, és azt feláldozzuk ezt a marha legelőtt gyereket. Mi a... Várjál már, he! Ez nem vonat kürd volt? Azt nem mondta, hogy megindult a vonat, mert akkor aztán egyébként valamikor megindulnak ezek a vonatok. De hát figyeljetek, kockáztatunk, legalább egy kicsit érdekes lesz, elragadja majd a gépet minden estől, akkor úgy izgalmas fog lenni. Jó, az akkor learatja azt a sarkot. Pont itt arat, csak olyan ködvön nem látok a kettőig. Pont itt kéne aratni, ha vagy. Jó, ott arat, csak figyelj, be se töltöd, csak látni, hogy fogy a ízeik, fogy a gabona. Egyébként jó ez a kombaj, mert böszve gyorsan arat. Na, a következő a situ. Gyerekek, ez tudjátok, ez mekkora föld? Ez egy big bunch. Ez érted? Ez a világ legnagyobb traktorja. Így. És akkor ekkora ez a földön. Így, hogy nézz vele negyed órát, mire átélsz egyik oldalára a másikra, és még akkor még hozzá szántunk. Figyeljetek, lesz egy ekkora terület, ezen gazdálkodni fogunk, mármint úgy, hogy mezőgazdálkodni. Lesz egy hatalmas nagy terület, amin állatokat fogunk tenyészteni. Ebből fog felépülni nekem ez az egész. Emellett meg a bányákat megpróbáljuk üzemeltetni. Ez a kettő így menjen. Mármint, hogy ezt tudjam futtatni normálisan, ne kelljen szántani, ne kelljen itt építkezni, csinálni a dolgokat. Egyébként itt lehet, hogy egy kis területrendezés nem ártana. Csak az a baj, hogyha nekiállok területet rendezni, akkor újra kell szántani, meg minden, hogy egy kicsit nyűgös, hanem inkább azzal fogunk itt a foglalkozni, gyerekek, hogy lerepítem itt ennek a célit. Figyelj, de bálunk, aztán adjál neki Sándor. Figyelj, ezt egyszerre úgyse fogja lehúzni. Mehetünk is, gyerünk, gyerekek! Összeszántuk ezt, azzal így kész, egyenesen süty, visszafele majd kihúzzuk szélig, eladjuk az állatokat, eladjuk ezt a telepet, nincs rá szükségünk, ugye ez volt a teszt, és bele fogunk egy olyan nagy állattenyésztésbe, ami eléggé brutális lesz, talán. Remélem, hogy úgy lesz, figyeljetek, szalva itt marad, nem számít, rajt van a fű, az se számít, nem számít, az a lényeg, hogy nem kicsiben nem ragadunk le, gyerekek, hanem próbálunk rá menni. Figyeljük a izét, térképen 180-ra kellene mennünk, azt akkor lenne ugye egyenes, amit ugye ezelőtt mondtatok. Kisebb gépeket itt el fogjuk adni, és akkor át fogunk költözni hatalmas nagy gépekkel a túloldalra, és ott kialakítunk akkor egy külön állat tenyésztő szekciót. Én viszont itt ugye akkor ezt hozzá szántam, és akkor ennyivel is bővülni fog ez a terület. Nagyon szuper, gyerekek. Közben meg úgy látom, hogy talán meg lesz az aratásunk is. Lehet, hogy azt berakom a silóba. Figyeljetek, silót is innen, itt mindent, ugye, mindent el fogunk tüntetni. Viszont van a izében, a keverőben van valami, akkor azt esetleg áthordom, bár már megmondom őszintén, az se biztos, hogy megéri. Nem tudom, azt hiszem, hogy ha eladod, meg kell nézni, ha eladod, akkor lehet, hogy megkapod belőle az összeget. Volt valami ilyen, vagy a portkocsiban, hogyha úgy adod el? Vagy pedig épületbe? Nem nagyon emlékszem pontosan, de majd
ki fogjuk deríteni ezt a dolgot. Na, kiúzzuk teljesen természetesen. Egyébként itt ilyenkor újra kell szántanom, amikor mást akarok majd vetni, mert füvet vetettem bele. Mert az ugye akkor elég kellemetlen fog ez lenni. Na, csak ezt a jövőt, ezt kaszát, ezt vigyük, akkor épp meg minden. Ez ugye át fog menni a túloldalra, szóval ez így meg, ez ebbe a módjába, hogy így fölépül. Gyerekek, itt van ez a nagy depó, az volt. De why? Na, ugye ez így menni fog át oda. Szóval egy kicsit így el is lesz szelektálva a rendszer. Nem lesz így össze-vissza a gépek, bármennyire is úgy gondoljátok, hogy húristen, mi ez. De így értek el, hogy ez nem lesz annyira csúfos a dolog. Na gyerekek. Ezt ugye, akkor meg kell indulni visszafeleje. Visszafele valahogy így, szerintem. Oké, ha is mehet aztán, akkor jó lesz az így gyerekek. Jó. Nulla fokba kellene menni fölfele, és akkor ugye egyenes. Ezt is ti mondtátok, hogy a térképet nézzem ott oldalt, és ugye nulla fokot állítsam be, vagy éppen 90 fokonkénti váltást, és akkor mindjárt pontos lesz a szántásom. Jó. És akkor ez így jó is lesz. Össze van szántva, kettő közét megcsináljuk, nagyon gyorsan. Aratás megtörtént. Próbálunk mindenre egyszerre figyelni. Eladjuk az állatokat, eladunk mindent. Megnézzük, mennyi tej termelődött. Nem túl sok, de ugye van ez a mód. Meg köszönhetően, hogy az itatást nem kell csinálnom, meg ugye van, el is tudom adni az istáloknak, tehát nem kell elvinnem a tejet, nem kell hurcolásznom, viszont ennek költsége van, olyan, mintha ugye fuvaros bérelnék, ami elviszi, úgyhogy ez is tök jó, mindjárt meg fogjuk látni, aki nem látta eddig, az is mindjárt tapasztalni fogja, ugye? Oké, gyerekek, nagyon jó. Most megint újdonsult erővel vágunk bele ebbe a projektbe. Na, úgy látom, hogy kb. Jól fogunk kiérni oda, a sarokra gondoltam, hogy kiérünk, az úgy jó lesz. Itt, hogyha marad egy kis füves plac, meg egy-két rész, azért ne az legyen, hogy mindent így beszántunk, ne az legyen, hogy minden beleszárva. Viszont itt a kúria mögött lesz egy hatalmas, meg így körülött egy hatalmas nagy területük. Itt ugye, ami van itt plac, ami konkrétan a 12-es föld, látjátok ott a minimum pont, amin ugye most a gépek vannak, meg azt nem fogom bántani, az jó lesz ilyen TS telepszerű dolognak. Na, ez meg így jött ki, ez szerintem tökéletes, nem is kell ezt már bántani. Jó, gyerekek, tök jó. Tök jó, ennek örülünk. Akkor fordulunk egyet, ráfordulok rendesen, és akkor húzom a kettő közét is. Aztán tényleg most már akkor lehet, hogy nem is fog nekiállni, lehet azért jó, hogy nekiállni idejenek a vetésnek. Egyébként így okosan tudod azt csinálni, hogy hoppa, hogy elindítod az ekét, és úgy engeded le, ugye úgy engedi le, hogy a hátulját az később engedi le, szóval tudsz indulni úgy, hogy nem fogja a hátulját lerakni olyan helyre, ahova nem akarok, hanem lerakod, az elejét lerakja, elkezdi szántani, és akkor a hátsó szekciót az később rakja le, és emiatt ugye nem szánt ki kívülre. Úgyhogy lehet okosba csinálni. Ezt nagyon gyorsan meghúzom, nem tart sem eddig szerintem, mert körülbelül 2 vagy 3 szántással fogással le tudom húzni az egészet. Gyerekek brutális, nagyon jó. Ferike meg fog őrülni. Ő mondta, hogy miért nem a kúriát is adjam el, aztán szántsam fel, de egy ilyen iróniával, meg ilyen szarkazmussal vegyítve, mondta. Hát, majdnem, hogy az történik, gyerekek. Ezt még hozzácsapja a keeper, az brutális. Azt nézzük meg egyébként ezt a mapot. Na figyeld már. Ugye itt a 21-es, amelyik most még ilyen katyvasz, ez is hozzá van, meg itt ez a rész is. Egészen így, egész eddig, és itt ez is. Hát ezt figyeljétek, ha megnézitek, ez egy térképhez viszonyítva, főleg ez egy eléggé hatalmas térkép, tele van bányában mindene. Hát ugye a térképnek a 1/6 a kb. Egybe van szántva, te érted? És akkor a 24, 17, 18 azon lesznek az állattenyésztés. Hogyha valaki nem tudná, még, akkor annak mondom. És akkor azon nyomjuk az állattenyésztést. Ami megint ilyen nagyon durvába fogjuk nyomni. Az a baj, és nagyon gondolkozok rajta, ugye a bulldozert a fakitermelés miatt vettük meg, nem tudom egyébként, hogy azt megtartsam-e. Hogy ott ugye fönt jó lenne kitermelni
itt ezt a részt, és akkor ezt is hozzá lehetne csapni. Viszont az egy ilyen nagyon nagy munka. Úgyhogy nem tudom, hogy ez... Az hogy fog összejönni, jó? Nem mennek a gélek. Nem tudom, hogy az azért tényleg egy nagy munka. Ott szerintem egy ilyen 3-4 részt elcseszek vele, minimum. És nem biztos, hogy megéri. Mert azért ez elég nagy terület. Lehet, hogy a bulldozer megy a háztól, és azt a fás területet ott hagyjuk, és akkor esetleg majd később fogunk vele foglalkozni, de szerintem ekkora terület egybeszánva már brutálisan nagy. Nem hiszem, hogy fontos lenne, hogy azt még én azt hozzá akarom itt csapni a területhez. Úgyhogy azt lehet, hogy azt így szépen elengedjük. Úgyhogy bulldozer eladás. A mai részben egy ilyen nagyon nagy reformálást akarok, hogy egy kicsit hosszabb. Az se baj. Szeretném megreformálni ezt az egészet. De most megmutatom, hogy van ez az eke, amit beszéltem. Ugye most így szépen így beindulunk ide. És az eleje, az úgy, hogy a hátul, na várjál, az eleje ugye jó lenne, hogyha már itt fogna. Tehát akkor nyomsz egy V-t, hát ez most nagyon nem jól jött ki, na mindegy. Az a lényeg, hogy a hátulját lassabban rakja le, szóval, hogyha megfelelő sebességgel mentünk volna, akkor kb. Merőleges lett volna. Tehát nem ilyen se régen rakta volna le, hanem merőlegesen csak az a baj, hogy nem menet közben rakta le a keeper, hanem amíg elindult a gép, emiatt ugye nem lett teljesen merőleges. De szerintem értitek, mire gondoltam, csak elcsesztem. Na majd a visszafele már megmutatom. Ameddig a szem állát, gyerekek, az egy terület. Ez brutális egyébként. Nem? Ez szerintem nagyon durva. Tényleg. Az a baj, hogy ez a füves résszel meg vagyok lőve. Lehet, hogy ezt a füves részt be kell szántanom, de akkor megőrülök. Mert az abban nem tudok-e vetni. Majd kiderül. Nem, ezt egyszerűen nem tudom. Hogy az ültetett, az én általam ültetett fű be kell levetni. Vagy nem. Vagy tudok-e? Mármint, hogy ezt kell-e szántani. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom, gyerekek. Menjünk. Ez egyébként ez a szántás. Ezzel legyen túl azon a szántáson, mert azért ez egy eléggé brutális dolog. Egy elég hosszadalmas. Na várjunk, megpróbáljuk, most a keeper lerak. Figyeld, mész. És akkor amikor odaérsz, akkor nyomsz egy üzét, lerakást, és a hátulja, az sokkal később ér le, láttad? És emiatt azért így lehet mókolni vele, hogy ugye nem egyszer rakja, és nem, akkor nem ilyen fús régen. De úgy látom, hogy derékszögben teljesen nem. De mégse abba a szögbe, mint ahogy áll az eke. Hát azért sikerült talán elmagyaráznom, hogy nagy nehezen ezt a dolgot, de jó. Hogyha végzek ezzel a szántással, mindenképpen megyünk már állatot vinkódni. Figyeljetek, annyit csinálok, hogy megtöltök, na, meg el kell itt adni mindent, úgyhogy úristen, itt nagyon sok dolog van, amit szeretnék megcsinálni minél hamarabb. Egyébként itt van a biogáz, ide is ugye be tudnám hordani dolgokat, meg itt egyből el tudnám adni, úgyhogy ebből is lehetne rengeteg pénzt csinálni, csomó mindenből lehet rengeteg pénzt csinálni, csak megpróbálom a legoptimálisabban csinálni, és leginkább szertágazóban csinálni. Na. Úgy látom, ez 3-ból nem lesz meg, de 4-ből biztos, hogy meg lesz, úgyhogy 4-ből lehúzzuk az egészet. Lehet, hogy leszegem a szélét gyorsan. Ja, egyébként tudom, hogy tudom fordítani az ekét, de amíg elforgatom az ekét, addig átmegyek egyik szélről a másikra. Ugye átforgatod meg minden, nem gyerekek, nem erőködünk ki ilyen hülyeséggel. Na, itt meg akkor szépen kiemeljük, ahogy lehet. Úgy, oké, és akkor meg lehúzom itt a szélét, hogy akkor lássam, hogy mi van, mert nem tudom, hogy honnan indulok, meg honnan, hova érkezek. Belekeveredek, mint cigány gyerek a Huzentrogerbe, az meg senkinek nem jó, főleg nem olyan nekem, nem. Na.
Úgy nézd, összehúzzuk a kettőt, most egy kicsit törés van a szélében, nem számít. Az a baj, néha annyira ilyen full precízre akarom csinálni a dolgunkat, aztán belegondolsz azért a valóságba és a főre, most hogyha van egy kis görbület a fő célébe, talán nem lesz akkora nagy bonyodalom belőle, hogy most nem tudom, mi történjen. Szóval, ja. Úgyhogy. Egyébként itt mondjuk ebben a játékban azért is kell, hogy ne legyen bonyodalom, mert ugye a gépi játékos azért tud érdekes dolgokat csinálni. Na, most láttad? Most láttad? Amiatt, mivel a zeke hátulja később rakodott le, amiatt ugye nem húztam bele a földön kívül nem húztam bele a talajba. Nem, csak amikor beleért a földbe. Földön kívül gyerekek, itt éljenek mindenféle hangszer játszik be ebben a részben most már. Fú, egyébként tényleg brutálisan nagy az a map. Viszont nekem nagyon tetszik, hogy ilyen, nagyjából ilyen flat, és nincs telecsöszve mindennel. De tényleg mindenképpen írjatok, hogy majd milyen mapra költözzek ezután, mert akkor lesz egy költözés mindenképpen, hogy nagyjából kihasználtuk ennek a mapnak az adottságait, szerintem minimum fölmegyünk egy ilyen, vagy nem jó, fel nem megyek el. Fölmegyünk egy ilyen, hány millióra gyerekek? Szerintem egy ilyen 50 vagy 100 millióra fölmegyünk, és akkor nagy költözés lesz, de valami ütős mapot kellene gyerekek. Nem tudom, most nagyon gondolkozok rajta, hogy mi. Nem tudom, valami jó, valami szuper jó mapra át lehetne menni, valami 50 millával, valami nagyon epic mapra, nem tudom mi erre, vagy mi, valami nagyon speckó mapra, ami nagyon érdekes. Azért ott már ugye egész más, hogy kell gondolkodni, mert mondjuk tényleg, hogy itt összekapunk egy 50 milliót, szerintem nagyon könnyen össze fogunk kapni 50 milliót, hogyha beindul minden igaz, időbe telik, de ugye például most egy ilyen szántás is egy fél részén keresztül elmegy, tudod, azért viszi az időt, viszont na most is megpróbálom azt a dolgot, figyelni kell, hogy most rakod le, és a hátulja ezekének láttad? Tök jól ment, ért le. És figyelj, pont nem fogja összeszántani, de jól van, szerencse. Jó, maradt egy fűcsomó, másik véges lett tökéletes, semmi gond. Viszont legalább végeztünk, és annak nagyon örülök. Hogyha ez a csik megvan, meg egy kicsit itt elboronálgatjuk, azt jól van. Mármint úgy értem, átvitt értelemben elboronálgatjuk, nem aztán boronált itt. Gyerekek, jól van, jó, oké, van 7 millió, figyeljetek, most jön be vissza pénz, ne adom búdózat, nem akarok azzal vinkódni, szeretnék egy kicsit bepörögni, hogy menjen az üzlet, nehogy azt lássatok tényleg, hogy soha büdös életben nem lesz meg ez a kihívás. És az lesz jó, hogy amíg foglalkozok mondjuk az állatokkal, addig tudnak itt a gépek dolgozni, ugye ez ilyen tök automatizált lesz, mármint ugye combine, arat, bet, csinálja, frankon csinálják ezek a gépek, és én meg a teheneket tudok foglalkozni közben. Én nekem ez így a terv. Hát remélem, hogy működés fog. Ej. Figyelj, tokosban meghúzzuk keresztbe egy kicsit, talán szerencsénk lesz, de biztos nem lesz egyébként. Egyébként ennek annyira nehéz kiszámítani, hogy merre, hogy mi történik vele. Hogy ez őrület. Na, pont. Pont bazen nem izéli ki azt a kis mocskot onnan. Kis mocskot. Hülye vagy be az a keeper, miért beszélsz? Mocskot. A Sanyi meg azt hiszem durrantott egyet alattam. Ez a szalá komolyan. Olyanokat szokott izélni. Durrantani. Ma a szemem megáll, bazze. Lehet rendesen vágni, mint a ködöt. Ez itt jó, látom, megint sikerült, jó, menjünk egy távol, az a baj, itt mindig azzal spórolok, hogy nem megyek el távolra, hanem egyből ráfordulok, aztán ez miatt szív a keeper itt, mint a torkos boss, na, forduljunk már rá rendesen, na. Jaj, de jó, megtörtént az esemény, jaj, de jó, na jó.
Akkor, figyeljetek gyerekek, most nem is fogom elindítani a vetőgépet, mert az a megint vinkódni kell, annyit lehet, hogy megcsinál. Szelektáljuk a gépeket, eltüntetjük innen az állatokat, átnézzük, hogy mi kell, mit kell oda áttransportálni, milyen gép nekünk abszolút nem kell, milyen az, ami kell, hogy mindent most így átnézzünk nagyon gyorsan, gyerekek. És akkor figyeljetek, erre a területre dedikáljuk a gépeket, és a másik területre megvesszük azokat, amik kellenek. Vagy átszállítjuk éppen, amik kellenek. Oké, srácok? Ez így, akkor így fog ez így működni. Na, akkor Eke itt biztos, hogy nem kell, de egyelőre itt fog maradni sajnos. Jó, ide le is rakom, és akkor mindjárt nézzük, hogy mi a szituáció, itt gyerek. Állítsuk is meg ezt a gépet. Nézzük meg, hogy mi történik. Ő itt végzett, ez van egyébként, maradt egy kis csik, figyeljetek, nem érdemes szerintem elmenni érte. Amikor ilyen extrém nagyba gondolkodunk, most ez, ugye ott fönt van egy ilyen nagyon minimál csik, azt ott rohad meg, mert hogyha tényleg ilyen nagyba gondolkozunk, nem biztos, hogy érdemes oda elmenni azért, hogy itt is egyébként van egy jó kis alakuló tér, ide is tudok gépeket lerakni, de engem zavar egy picit, hogy nem egy helyen vannak, mert így nem látom át, úgyhogy innen lehet, hogy át is fogunk menni. Átviszünk mindent oda, ami nem kell, azt eladjuk. Várj, itt nem fogok tudni átmenni, azt a betyáró istenet, kijönjél már nem az útra. Nem tudom, minek viszem át. Jó, nem, időt húzza van a keeper, hát maradjál már, more. Igen, ő jó. Ő egy jó gép. Ő tetszett. Ő tetszett. Na hát ezt utána nagyon át kell gondolni, gyerekek. Egyszerűbb megnézni így pénén, nem? Hogy milyen gépeink vannak garázsba. Na, hát figyelj! Szerintem ő megy. Szegény fiatalgrin, az nem sokat volt. Mit csinál a fiatalgrin egyébként? Ő miért van? Meg mi a cél? És egyik a szépen viselkedjé. És jöjjek rá, hogy hol a fiatalgrin. Na várj, egyáltalán őt vissza kell ugratni, az biztos, hogy nem kell. Na a fiatalgrin mit csinál? Ja, a fiatalgrin nem, ő kell. Már ő pergeti ezt a gépet. Jó, akkor azzal még jó, hogy nem adta meg. Viszont akkor néhány gépet vissza kell ugratnom. Például legelőször. Ezt visszaállítom. Oké, ez mi van még itt? Ja, már itt van rajta vonó. Ezt majd figyeljetek, megvesszük, ha kell, vagy nem tudom, de most egyelőre nagyon nem kell. A forgató. Vagyis a rendsodró. Jó, hát ezt visszaállítom, majd megvesszük, ami kell. Meg igazából, ha vissza is van állítva, az se baj, mert akkor onnan ugye tudok én gazdálkodni már vele. Combine marad, ők maradnak. Big Bad marad, Eke marad. Pótkocsi marad, őt szeretem, ő marad. Úgyhogy egy egész jó. Ez itt mi? Mi az a crane? Itt vannak egyébként, ezek, amiket ezeket visszaállítom, mert ugye ezek a transport cuccok. Igen, ő mi az? A szállítószalagok, ő mi az? Őt is visszaállítom, ugye a fakitermeléshez, ő mi az? Ő egy krén, azt nem kéne visszaállítani, lehet, nem nagyon fogadnák szívesen a boltba. Jó, így látom jónak egyelőre, hogy ez így legyen. Ja, meg őt is vissza akartam állítani, itt valahol idő van. Mert például most annyira nem kell. És akkor leugrunk a bolthoz, aztán eladjuk a dolgokat, amik nem kellenek, meg még ráadásul majd mindjárt meglátjátok, hogy mi nem csinál, mit nem csinál. Na, betyárul Isten, itt mi van itten? Ugye, arról van szó, hogyha itt adod el, akkor ugye nagyobb árat kapsz, azért jöttünk ide. Természetesen, de lehet, hogy be fogom szórni a cuccokat, csak nem kell itt minkódni. Eladás. Jó, 45 ezer. Ez full, ez gyerekek, ez abszolút nem kell nekem. Ezt rakjuk be.
Amiket nem kell, nem tudok. Ez 28 ezer. Jó, figyelj, nem azért, hogy kenyérre kell, hanem mert nincs rá szükségünk, ugye. A Dolly... Ez most tudom, ez Dolly vér volt, meg miért van itt? Jó, ja, ezt már régebben visszaugrottam, az itt rohadt meg, nem? Ezt is eladjuk a házba. 41 ezer gyerekek egy tolólap érés, úristen. Hát ja, mondjuk ez aztán nem kis pályás tolólap volt. Na gyerekek. Mi folyik egy gyöngyösen, ugye? Ezért kapunk egy ilyen millát, nem is tudom mennyi volt, ez valami extrém sok volt. Hát nagyon nem sok értelme volt ezt használunk, mert ugye nem sok mindent pucoltunk ki vele. Jött be belőle pénz, úgyhogy szerintem az árát visszahozta, azt majd folytatni fogjuk, mert én most nagyon nem akarok. 1,2 millió gyerekek, ne viccelj, 8,3-nál vagyunk. Ez nagyon drága volt, emlékeztek. Emlékezzetek, kölkök, az rohadt drága volt. Ez a vonó csörlő, ez viszont rohadt jó. Ez is jó volt egyébként, hogy kipróbáltuk legalább, pontosan tudom, hogy ez hogy működik. Már nem sok minden van. Van az transport, egyébként a transportot lehetne, ezt se adom, meg ezt se adom el, mert ezek igazából jó dolgok. Ezt az egyet eladom. És a transportos maradjon. Igen, lehet, hogy amiatt volt a Dolly. Nem, nem amiatt volt a Dolly. Ezt eladom, és akkor azok meg maradhatnak, mert azok hadd maradjanak. Jó. És akkor vagyunk 8,4 millió, 13-ban jöttünk át ide, de ezt ne felejtsétek el, hogy ugye megvettük a félvilágot itt, meg vannak jó dolgaink. Na, 24-es, 17-es, 18-es földet meg kellene vásárolnunk, mindenképpen. Nem számít, hogy mi van rajt. Vásárlás, igen. 17-es, vásárlás, igen. 18-as vásárlás, igen, mi jó. Térkép áttekintése, és akkor valahol oda kellene ugratni valahogyan. Van-e valami olyan hely, ahol van. Itt van. De nem, nem is akarok ide ugratni. Először el akarom adni a dolgokat, amik ugye még vannak. Nézzük a garázsban, hogy még vannak nekünk. Itt ugye azért jobban átlátjuk. Ez kell, a Dolly kell. Ez mi? Ezek hol vannak? Ja, hát ez csak igen, igen, visszaugrattam. Igen, az ekéhez tartozó, és... Igen. Ő eladásra megy. Jó. Ők majd, hogyha megtöltjük. És igazából nem sok, nem túl sok mindenem van. Visszamegyek a izéhez, megnézem a marha istálónkat, hogy ez a marha, ez hogy van, marha dolog. Na, akkor ez, azt akartam még mondani, ugye, hogy mivel itt van ez a dolog, 9300 például van benne. Hoppá! Attól 18 óráig van elszállítás, úgyhogy bele kellene pörgetnünk az időben, azt mondjátok, jöjjje fel. Reggel 6-ig minimum. Ú, addig termelődik egy kis tej, mert ugye van beorva nekik kaja meg minden. Ó, esőt mond. Vagy a francia sem bele. Nem tudom, azok a földeken, amiket megvettem, mi van, de annyira nem is számít. Na, és pont esik az eső. Jó, egye fene. Hát, akkor pörgessünk, hogy ne essen, jó? Na mi van, Mané? Jó, hadd essen. Na, gyerekek! 14 ezer van. Mi van? Nem mondod, hogy nem ér rá a driver, vagy mit beszél. És akkor próbáljam meg holnap, hallod, ezt add össze, gyerekek. Azért az úgy nagyon kemény, nem? Ez ugye a cukkerek. De ugye termelődik a tej, mert valószínűleg ugye kaja van behordva nekik, meg minden jó. Nagyon lol. Meg ugye közben termelődik majd a kaka is, de mindegy, ezt innen megszabadulunk ettől. Na, ma reggel 6 van végre. Szóval most már lesz valami itt. Na,
Igen, és ugye ki tudod választani, hogy mennyit akarsz elvitetni. Na, várjál. És akkor ugye 46 ezerbe kerül, itt van a költség, és hogy milyen járművel viszik el. És akkor ennyi bevételed lesz belőle, ugye is így el tudod adni. És akkor elvitték az összes tejet, viszont nekünk az állatokat is el kellene adni. Csak nem is tudom, hogy hol lehet azokat eladni. Pontosan azt hiszem, hogy itt. Úgyhogy... Hogy tudom eladni? Így jó vagyunk? Kiárulom az állatokat. Így, ebből visszajön 90 ezer, oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Eladjuk a magát a fészert, vagyis a állati stallót. Erre vagyok kíváncsi, hogyha ezt eladom. Aha, itt van. Jó, mert ugye én erről beszéltem, hogyha be van tárolva neked a silóba, vagy valamibe dolgod, akkor azt megveszik. És nézd meg, teljes takarmánykeverék van, 240 ezer liter. Azt meg tudod, el tudod adni 80, megvesz 84 ezer, a szillás ugye annyival kerül, 40 ezer, szóval ezek akkor nem vesznek el, hanem akkor ezt így eladtam. Tudom, hogy be kell majd termelnem, de tényleg nem akarok én itt szállítgatni, egy új tiszta lappal akarom kezdeni. Szóval bocsánat érte, hogyha valaki azt gondolja, hogy úristen, most mi történt? Ez így fog működni. Na, itt meg akkor eltűnt minden. Itt maradt a szar. Ugye. Meg ott maradt a kikérődzött dolog. És akkor ennyi. Akkor, és ezt át fogjuk alakítani olyan teleppé, ami ilyen tök jó lesz. Várjál, a szarral valamit kellene kezdeni. Ennek valami jó nagy kanala van, úgy emlékeztem. Nem ennek van az a nagy kanala? Gyerekek. Kanala? Kanala, kanala. És akkor egyből bele fogok fogni az állattartásba instant. Ezek mekkora kanala? Ja, ennek jó nagy kanala van, de jól emlékeztem. Ez szerethető, 25 ezer literes kanál. Igen, a szar. Jó, hát igazából maradám itt, csak egy gondoltam, kipróbáljuk ezt a kanalat, mert nem emlékeztem. Ez egy nagyon hasznos gép, mert nagyon nagy kanala van. Jó, van szarunk, nagyon jó. Tudom, hogy trágya, nem szart, ne aggódjatok, oké? Jó. Ami... Figyeljetek, ez a siló, ez nekem kell ez a siló, azon gondolkodok nagyon. Lehet, hogy ez a siló nekem egyáltalán nem kell. Nagy gabon a siló. Van benne árpa, meg kukorica. Ami egyik se kell nekem, ugye. Azt figyelj, azt is elviszik. Jó, vagy gyerekek, nagyon jó. 8,7 millió van, gyerekek, tök jó. Ennek nagyon örül a Keeper. És most akkor... Leselejteztünk itt mindent, ugye ide tényleg azokat a gépeket fogjuk meghagyni, amire szükségünk van. Itt, tehát a vetőgép, a permetező, a combine és a kamion. Ugye a road train, a dupla fótos kamion. Úgyhogy itt az kell. A silót egyébként elképzelhető, hogy fogok építeni, de vagy ezt a területet valószínű, hogy lesimítom, megcsinálom normálisra, és akkor legyenek izék is ilyen gépszínek is, és itt ne legyen más, ami nem kell. Jó? Úgyhogy ez így jó. Szerintem jó lesz. Tudom, egy kicsit drasztikus vagyok, de én így is tervezem, hogy legyek drasztikus. Jó, ide akkor... Igen. Meg kellene venni oda is a dolgokat, vagyis meg kéne nézni a területeket. Várjátok, gyerekek, nagyon sok dolog van itt. Még megnézzük a terepeket, jó? Várjátok, ilyenkor miért nincsen kéne a térkép? Hú, de kár. Na, itt vannak ezek a területek, ugye? Amik nagyon tudtik, nagyon örülünk nekik. De itt akkor úgy kellene elrendezni, abban gondolkodtunk, ugye, hogy... Igen, ez nem is vonat, hanem ez valami bányagép. Igen, ez a bányagép, mindig azt hiszem, hogy vonat.
hogy akkor itt lennének az istállók, mondjuk, vagy valamelyik részén, és az előtte lévő placon, vagy mögötte lévő, de az a lényeg, hogy a úgy gyerekek, itt egy átrakó kocsival, vagy valamivel be tudnék vonatba is élni, pakolni akármit, tök jó. Igen, ugye megvan beírva mind a három terület, egybe van már, sőt, igen, mind a három az azt jelenti, hogy eddig. Megnézzük, mekkora egy izé. Megnézzük, mekkora egy. Ez mi? Ez a hempes. Megnézzük az állatólakat. Azt a betyáró istenem. Na, ez 100-100-as istáló, ez 200-as istáló. Ez 250-es istáló. Kétszázas istáló. Kétszázas. Ez a kétszázas, az tetszik, itt van a tikról. Kétszáz ötvenes. Ez nem, elég jó, mert olyan böszve nagy helyet nem foglal. Látod, milyen jó? Ugye 250-es istálló, úgy látom, hogy ezen a területen 250-es istálló, figyelj, 5-öt el tudnánk rakni, vagy 4-et el tudnánk rakni, az 1000 marha. Igen, ez így működik a keepernél, területrendezés megkezdése. Annyit csinálnék, hogy ezt viszont síkba kell raknom, gyerekek, úgyhogy bármi is történik, nézzük egy olyan részt, ahol hogy ez nagyjából jó lenne, szerintem egy ilyet. Ezt síkba kell raknom, gyerekek, mert megőrülünk. Bocsász, mert különben ide lesz, itt harakiri lesz, tudjátok. Na várjál, itt kettő terület között nincs, jó. De nehogy az legyen, hogy van közte. És ez most én síkba rakom? A nagy ló. Pikulát. Dombozott egyenítés, csak az a baj, hogy hülye voltam, mert nagyon kicsibe csinálom. Erősség megváltoztatás, ezt mindig elfelejtem. Mennyi a max erősség? 3-as. Ez nem úgy tűnik, mint hogy a nagyon simítaná egyben, nem? Csak én nem látom. Ja, az ez, nem ez az, hanem... Jaj, rossz a nyomot, lapítás, az a kettő gomb egyszerre. Ugye, mindenébe kell lennie, egységbe kell lennie ezeknek, mert különben nagyon rácsöszünk. Így, ez megtörtént az esemény, gyerekek. Na, ha nincsen síkba, akkor megint az lesz, hogy ugye a terület fogja síkba rakni magát, és ez nekünk nem lesz jó. Nyugodjatok meg, mindjárt a keeper megoldja. Ez nem ilyen lesz. Bazz, ezt úgy utálom, gyerekek. Hogy megugrik, érted, vége a bulinak. Szép lesz a végeredmény, nem kell aggódni. Próbálja kimagyarázni a hülye mit. Na, meg mit csinálsz, keeper? Citadella lesz. Higgyetek nekem, hogy szép lesz. Itt már nem tudom, hogy meddig mehetünk, de igazán mehetnék. Meg kell próbálnom, hogy így kijövök addig, ameddig tudok. Aha, jó. Jó, mert tovább már nem engedi. Úgyhogy ez így
Tök fején. Ó, jó van az útig. Ó, nagyon jó. Ez jó ilyenkor, amikor nem engedi tovább. Nem tudom jobban elcseszni, érted? Szép leszem, gyerekek, ne aggódjatok érte, a kífer egy kicsit drasztikus, de ma karácsonyra ezt kértem, hogy legyen sík a terep, attól a kífer kedve remek. Na, itt meddig mehetek el? Jó, már akkor tovább már nem engedi. De szeretnék, mert akkor nem tudok tovább elrontani képer. Jó. Oké. És akkor most, figyelj. Csak hogy ne érje szóval a ház elejét, hogy csúfosos. Csúfosos. Lesz ugye domborzati viszonyok is megoldódnak a képernek. Oda részzél. És itt is domborzati viszonyokat létrehozza a Keeper, szépen. És itt is domborzati viszonyokat létrehozza a Keeper, szépen. Nem, egyébként nincsen semmi bajám, ez szép lett. Amúgy nem lett olyan csúnya, mint amilyennek hiszitek, higgyétek el. Na, ugye. Tessék, és akkor itt lesz a helye. Helye, húja. Itt lesz a helye az épület együttesnek. És itt végig. Na, csinálom, mert már gondoljátok, hogy mit fog történni Jézus Isten. Na, akkor 250-eset végig csettintünk. Ez mekkora? Ez csak 100-os. 250-eset kellene. Azt a betyár. Látod, azért körülám ennek a hely, öcsém. Facsiga. Jó, majd az alját megcsinálja ki, perítenek mind... Jó. Jó, honnan indítsuk meg a projektet? Hát egy kicsit félek a dolgoktól. De talán nem lesz annyira gond. Figyeljetek, lehet, hogy egy mentés azért el kellene, nem? Mert hogyha itt nagyon elcseszi a Keeper, akkor baj lesz. Húristen, Aller, egyébként brutális dolgokat csinálok, nem? Srácok. Hol van megint ezt a 250-est keresettem, itt van-e? Jó. Ugye valahogy egyenesbe kellene, hogy így az út... De ugye tök jó, mert az út... Ez itt van. Mondjuk akkor rakjuk ide. Basz. Ezt a betyár. Na látjátok, itt van a probléma. Mert nem mutatta, hogy mögötte van egy ilyen nagy plec is. Látod? Van mögötte egy ilyen nagy plec. Na várjál, legalább akkor kipróbálom. Ezt úgy kellene rakni, hogy... Öcsém, gyerekek. Hallod, már most megakasztja a dolgokat. Kipróbálom hányfélre. Most ez mindenképpen újra kell tölteni, mert ugye kilóg a fél mapról. Figyelj, 5 az bőven elfér szerintem. Úgy kell rakni, ugye, hogy figyelni kell arra, hogy az első az nem lett jól leragva. Figyelj, 5 vagy 6, nem? Akkor ma legyen 6. Lúd, akkor legyen kövér, gyerek. 6 darabot majd lerakunk. Annyit kell vele okosan csinálni, hogy Isten, várját, ezt meg kell néznem, öcsém, hogy mi lesz itt. Gyerekek, hát itt egy őrület lesz. Most már mindenképpen nem szabad mentenem, és vissza kell töltenem. De ez mi az ágyú? Ez megint olyan ám, hogy azt hiszitek, hogy kicsi a dolog. De hát ez egy ilyen nagyon nem kicsi lett. Ez ilyen. Ura jó, és itt is van egy ilyen, amit ugye ez mi volt ez? Most tudom, olyan beleléptem be. Dick. Ja, mert ez úgy van, azt hiszem, hogy ezt telepíteni lehet. Mert még ez nincs telepítve, vagy mi a tököm. Konfigurálás. Igen, ez úgy működik, hogy ugye... Majd ezt ugye el tudjuk helyezni, ahol akarjuk.
szóval mit tudom én, ilyen helyre, és akkor ugye ott adod el. Meg ezt sorba is lehet rakni, azt hiszem, hogy el tudsz menni ezzel egy máshova, és akkor egymás mellett lesz az összes. Úgy, ez jó, hogy erre rájöttük, jó, hogy mentettünk előtte egyet. Na hát akkor ez lesz, ugye ide kell beoldani neki a állatoknak ugye a szalmát, meg a kaját, és azt a szalmát, meg azt a kaját, azt akkor itt termelni meg a kiből. Ezen a helyen. Egyébként lehet, hogy a területen is egy kicsit még módosítok, mert ez nagyon zavaró, hogy most itt lett egy ilyen nagy hupolag. Akkor várjál, már csináljunk egy olyat. Egy terület létrehozás, egy területrendezés, és akkor így jobban átlátjuk ám. Na, igen, és akkor úgy lenne, hogy itt lennének végig, ezt egy kicsit itt újra reformálom, mert nem nagyon sikerült jóra. Mindenképpen tök jó, hogy mentettünk, ahogy mondtam. És akkor itt lesz végig, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab ilyen marhaistáló. Előtte, amire nekünk szükségünk van, lesz keverő, és lesz buggersilók. És akkor ellen a területen, de jó, gyerekek, ez, figyelj, ez be van érve. Szerintem ez a árpa. Vagy búza? Búza. Ú, ez jó, akkor a kapásból, gyerekek, nem hiszitek el, ez kapásból ugye mehet szalmának, ami nagyon fontos nekem. Ú, ez nagyon jó lesz, gyerekek. És ez tök jó. És ez tök jó. Ez tök jó, ez az elrendezés, ez minden szuper lesz. Ezt így kell csinálni, ez ennél jobb nem kell. Csak egy kicsit normálisabban kell lerakni ezt a dolgot, ki kell festeni. Rendbe kell rakni itt a környezetet, hogy normálisan nézek ki, egy síkba legyen, ide elér jöhet a bunkersilók, jöhet a keverő, beordani a cuccot, dír, itt állatokat megvenni, akár mennyibe is kerül gyerekek, de ez meg kell csinálnunk, mert akkor ugye termelődik majd a zseton. És figyeljetek nagyba, 5 vagy 6 darab ilyen szerintem mindenképpen lerakunk. Ugye ide meg a trágya termelődik, ide termelődik az iszap, és igazából azt mondom, hogy itt lehet, nem itt meg víz, itt meg a vizet tudod neki adni. Úgyhogy ezek itt tök jó lesznek. Itt hátul ugye, akkor itt tudjuk a vizet. Jó, tetszik ez a nagy istáló. Na, jó van gyerekek, el is búcsúzom, és akkor annyi, hogy vissza lesz töltve, és akkor onnan folytatódik, mielőtt leraktam, meg egy kicsit még a terület terepen normalizáljuk, mert itt azért nem nagyon sikerült nagyon szépre ez az egész. Inkább akkor legyen, kicsit lehet, hogy a terepen rendezek videón kívül, és akkor az ólakat meg együtt lerakjuk. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csőtészta, ne felejtsek el, nem szabad mentenem. Na, sziasztok!